Szeptember 22-én a hagyományoknak megfelelően születi felvonulásra gyűltek össze a móriczgátiak, hogy lovas fogataikat feldíszítve a kisbíróval az élen végigjárják a település utcáit. A résztvevőket a kultúrház előtti téren Csontos Máté polgármester köszöntötte. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit! Tisztelettel köszönjük az erőfeszítést minden olyan fogatosnak, traktorosnak, járművezetőnek, aki időt szánt arra, hogy eljöjjön hozzánk erre a születi felvonulásra. A születi felvonulást néhány perc múlva elkezdjük. A következő állomásunk a templomnál lesz, ahol szeretne az önkormányzat és egy-két móriczgáti család megvendégülni minket tisztességesen. Utána Erdőszéplak lesz az út, és Erdőszéplaktól visszafele megállunk majd egy pihenőre az iskola magasságába, és utána jövünk ide-vissza. Ide figyeljenek, fiatalok vének, közhírré tétetik Móriczgát népének. Örömmel közöljük a szomjas táborral, hogy nincsen semmi baj az idei borral. Jól érett a szőlő, és van elég hordó, jöhet hát a sasla, rizling és oportó. A mai nap legyen jó kedvünktől kedves, torkunk pedig az új bortól nedves. Születi felvonulás, mulatság van a falunkban, a talpalávalót a csongrádi tutiben zenekar húzza. Aki unatkozik, forduljon a falnak, ítéletnapig nyugodtan elalhat. A kisbíró rigmusait meghallgatva a résztvevők felkészültek az indulásra, és kezdetét vette a felvonulás. Az első megálló a templom előtti téren volt, ahol pereccel, zsíros kenyérrel és persze ízletes borokkal várták a résztvevőket. 18. éve csináljuk ezt a felvonulást. Mi voltunk a települések között az elsők ebbe a térségbe, aki felevenítette a 100 éves régi szokást. Hogyan zajlik itt Móriczgáton ez? Itt hideguzsonnázunk, és estére viszont bál van a kultúrházba, születi bál, és akkor
így történt most a dolog. Nem kis távot tesznek meg a fogatok, merre mennek? Hát itt Móricz-gátnak van egy kisebb település része, az Erdőszéplak, és akkor ott felmegyünk, utána visszafelé még megállunk egy megállónál, meg ott az alpolgármester úr megszokott bennünket vendégülni Erdőszéplakon. Most is egy megállón vagyunk, ez hol van? Ez a Móricz-gáti katolikus templom előtt lévő park, ahol speciálisan ezt a parkolót majdnem ezért alakítottuk ki, hogy itt mindenféle kocsi, masina befér, és kényelmesen tudunk uzsonnázni. Mekkora a létszám idén? Hát én úgy gondolom, hogy 250-270-en vagyunk, 400-an szoktunk lenni. De most az időjárás egy kicsit köröztül húzta a számításainkat, szél, hideg van, de ettől függetlenül azért, aki el akart jönni, az úgy érzem, hogy jó érzi magát. Mekkora részvétel, hány fogat, hány lovas érkezett? Most nem számoltam még meg, én szerintem 13 fogat van, két teherautó és azt gondolom, hogy 3 traktor, de még nem volt rá idő.